Logikus gondolkodás és matematika. Egyre népszerűbb Heves vármegyében is a Kiszsani iskola, ahol aztán tényleg játékos könnyedséggel megy a matematika alapjainak az elsajátítása. A 60-i iskolában már elkezdődött a beiratkozás a szeptemberben induló képzésekre. Most még lehetőség van kedvezményesen beiratkozni, hogyha valaki augusztus 31-ig jelentkezik. Új csoportok indulnak a Kiszsani képzésünkből, ahová az 5-12 év kor közötti gyermekeket várjuk, illetve új csoportok indulnak a Numikon képzésekből, ahová picurkák tudnak jelentkezni 3 és 5 év kor között. Előzetesen nem mérik fel a készségei tudását a gyermeknek ahhoz, hogy bekerüljön a képzésre, hiszen egy teljesen új módszer tanulhat majd meg. Nincs előfeltétele annak, hogy valaki jelentkezzen hozzánk, hiszen két csoportunk indul. Indul egy olyan csoport, ahol olyan gyermekek vannak, akik még nem tudják írni a számokat, tehát oda 5 éves kortól egészen első osztályos korig tudnak jelentkezni a gyerekek. Ott megtanítjuk nekik először a számok írását, és ezzel párhuzamosan az abakuszon való számolást. A második csoportunk pedig ott a második osztályos kortól egészen 12 éves korig tudnak jelentkezni a gyerekek, hiszen ők már tudják írni a számokat, de magát a módszerünket még nem ismerik, és azt itt nálunk meg tudják tanulni. Hetente egy nap tartják az oktatást, a Kiszsani esetében 3x45 percig tart a foglalkozás, fél 5-kor kezdődik, és 3/4 hétig tart. A Numikon képzés esetében szintén egyszer van egy héten foglalkozás egy adott csoportnak 2x45 percben, fél 5-től 6 óráig. Fontos, hogy minden tanfolyamunk, minden óránk nagyon játékosan zajlik, hiszen a cél az az, hogy lehet játékos a matek tanulás, és a matematika az nem mumus. A Numikon képzésben az óvodások először a számok fogalmával ismerkednek, és már az összeadást is gyakorolják. A képzés biztos alapot ad ahhoz is, hogy jól induljon majd az iskola kezdés. A Kiszsani képzésen az abakuszon tanulnak számolni a gyermekek, fejlődik egy csomó részképességük. A logikus gondolkodás, a fotografikus memória, koncentráció és a figyelmük is fejlődik. Ezeknek az élet minden területén használt vehetik majd, nem csak az iskolában.